Dr. Veres András megyés püspök atya ünnepi szentmisét mutatott be, melynek végén megáldotta az ezen alkalomra készült templom homlokzatán elhelyezett a felszentelés pillanatát megörökítő művészi képet. Szívesenek leleplezni képet. A Szent Imre templom idén ünnepli felavatásának és alapítójának, dr. Szelestyei Béla 80. születésnapját, valamint Boldog Apor Vilmos vértanú püspök születésének 125. boldoggá avatásának pedig 20. évfordulóját. Élő mai napig ez a közösség, ezért szívből adunk hálát Istennek, hogy ezt a plébániát az emberek akkor fontosnak tartották, hogy létrejöjjön, az isteni áldás mind a mai napig éltette, éltesse ezután is még számos évben át. A szentelési képet Sándor József Péter alkotász és Samu Eszter keramikus készítette egyedi technikával, melyen latinul és magyarul is olvasható a jelmondata és üzenete. A kereszt erősíti a gyengét, szelídíti az erőset. A tüzet, amely a hívek szívét a szeretet lángjára gyújtja, az isteni magot, amely a kegyelem bőséges gyümölcsét termi. Amikor a földi haza feladatait teljesítik, Krisztus lelke töltse el őket, és irányuljon tekintetük arra a mennyei otthonra, ahol te, atyánk, fiaddal együtt részesíted őket országodban. Kérünk Istenünk, árasz ki áldásodat, és szenteld meg ezt az alkotást, hogy mindazok, akik itt, Boldog Apor Vilmos püspök életpéldájára feltekintenek, küzdelmeik közepette, érezzék a te irgalmas segítségedet, Krisztus, ami Urunk által. Amen. A viszontagságos idő ellenére a képet többek között Kara Ákos győri országgyűlési képviselő leplezte le, melyen Boldog Apor Vilmos püspök Győrben töltött életének 4 fontos szimbóluma látható. A kép ezentúl a Szent Imre templom örökös dísze maradt.